Szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Korábbi videóimban már néha utalást tettem arra, hogy vegán vagyok. Egyre többen vagyunk, akik valamilyen megfontolásból így döntöttünk. Vannak, akik az állatok iránti szolidaritásból, mint én, vannak, akik egészségügyi megfontolásból, és vannak olyanok is, akik a globális éghajlatváltozás hátterében a nagyipari állattenyésztést és a húsfeldolgozást látják egyik fő okként. Akár így, akár úgy, egyre többen vannak, akik tartózkodnak az állati eredetű táplálékok fogyasztásától. És most egy olyan kezdeményezésről szeretnék beszélgetni, amely azt célozza meg, hogy a közétkeztetésben, tehát menzákon és munkahelyi étkezdékben hetente egy húsmentes napot tartsanak. Erről kérdezem kapitányné Sándor Szilviát, a Magyar Természetvédők Szövetségének munkatársának. Fogadják szeretettel, és jó szórakozást kívánok a beszélgetéshez. Szervusz! Szervusz, Szilvi! Köszönöm szépen, hogy beszélgethetünk, nagyon örülök, hogy találkozhatunk, így ha a képernyőn keresztül is. És erről a heti egy húsmentes napról szeretnélek megkérdezni, hogy mikor kezdődött ez a kezdeményezés, és milyen a fogadtatása, és hol tart most ez a program. Én is szeretettel köszöntelek téged, illetve a kedves nézőket, hallgatókat. Maga a kezdeményezés az már több évtizedes a nemzetközi szinten, a Meatless Monday kampánnyal valószínűleg már többen találkoztak, akik foglalkoznak így a húsmentesség témakörével. Maga az MTVS, tehát a mi szövetségünk, az körülbelül egy éve, vagy bő egy éve kapcsolódott bele ebbe a tevékenységbe, és igazából mi már amikor nekikezdtünk itt a hazai tevékenységeinknek, az volt a célunk, hogy nem feltétlenül hétfő kell az, hogy legyen, hogy húsmentes legyen, de azt mindenképp fontosnak tartjuk, hogy induljunk el abba az irányba, hogy legalább hetente egy húsmentes napot tartson mindenki, és tehát, hogy ez így nyilván attól függ, hogy ki vallásilag vagy egyéb beállítás szempontjából mely napot választja. Ugye sok helyen a pénteki nap szokott klasszikusan húsmentes lenni, és igazából amit mi most azon túl, hogy megpróbálunk szemléletformálást végezni ezen a téren, nagyon sok tévhit kapcsolódik a húsmentességhez, a vegánsághoz. Mi az, hogy vegetáriánus, laktóvó, vegán, tehát nagyon sok irányzata van. Tehát az általános szemléletformáláson túl, amit így ezen kampány kapcsán elkezdtünk, nagyon fontosnak tartjuk azt is, hogy mindez a heti egy húsmentes étkezés az intézményi keretek között is megvalósuljon. Ennek az az oka, hogy egyrészt az intézmények közül az egyik ilyen kiemelten hangsúlyos célcsoportnak tartjuk az iskolákat, és ott azért is nagyon fontos, mert azok a fiatalok, akik úgy nőnek fel, hogy mondjuk a menzán van mindig hetente legalább egyszer húsmentes nap, mert találkoznak ezzel a dologgal, tudják esetleg a hátterét, hogy ez miért van, akkor se fognak éhen halni, hogyha nem esznek egy nap húst. Tehát ez egy nagyon fontos lehetőség a szemléletformálásra. Illetve az is nagyon fontos, hogyha intézményeket célzunk, nagyon csökkenteni tudjuk a húsfogyasztást, ha nem egyén célzunk, hanem egy egész intézményt. És ezért céloztunk tulajdonképpen a kampányunkban intézményeket, hogy minél több helyen jelenjen meg az étkezésben az, hogy hetente egyszer nincs hús a menzán. Tehát úgy van, hogy küldtök mondjuk egy ilyen tájékoztatót az iskolai vagy a menzákra, meg az ilyen, gondolom, ilyen üzemi étkezdéknek, meg ilyen helyekre, és akkor ott ők akkor válaszolnak arra, hogy akkor beszállnak ebbe a programba, és hogy akkor ezt megteszik-e, és akkor van valami visszacsatolás ezzel kapcsolatban?
Igazából most, amivel elindulunk, egyrészt ugye a Magyar Természetvédők Szövetsége egy szövetség, több mint 100 tagszervezetünk van, és első körben többek között az ő bevonásukkal tervezünk elindulni, mégpedig úgy, hogy most így összeállítottunk háttéranyagokat, intézmény kereső, megkereső leveleket ahhoz, hogy fel tudják ezek a szervezetek, tagszervezetek venni a kapcsolatot egy-egy intézménnyel, egy-egy iskolával, ahová például a saját gyerekük, vagy bármilyen más szempontból, vagy ott a saját településükön van egy iskola, és igazából mi megpróbáljuk felkészíteni őket azokra, vagy felvértezni tulajdonképpen azokkal az ismeretekkel, információkkal, amik szükségesek ahhoz, hogy az akár kétkedő intézményvezetőt meg tudják győzni ennek a dolognak a fontosságáról. És emellett nem most így első körben ugye a tagszervezeteinkre koncentrálunk, de igyekszünk majd önkénteseket is bevonni, akik éreznek magukban kedvet, erőt, szívesen foglalkoznának ezzel, és ugyanígy segítünk nekik háttéranyagokkal, illetve hogyha szükség van rá, akkor akár szaktudással, vagy összekötjük, dolgozunk együtt táplálkozástudományi szakértővel, tehát így meg tudjuk teremteni ennek a szakmai hátterét is. Egyébként általában ugye nem ismeretlen a húsmentes nap a menzákon, tehát máskor is szokott lenni. Ugye én ahogy emlékszem régen, még gyerekkoromban is volt egy főzeléknap, meg tésztanap. Tehát nem volt az, hogy minden nap csak krumplinek hús. Jó, hát mondjuk a hús azért az majdnem mindig valami módon belecsempésződött, mert ugye rántott hús az azért ugye nem volt rendszeresen, de mondjuk pörkölt, vagy valami rakott káposzta, vagy fasírt, vagy egyéb formában azért úgy majdnem minden napra jutott valami formában hús. De mondjuk egy tésztanap, vagy egy főzeléknap azért az tulajdonképpen régen is volt. Tehát nem annyira teljesen ilyen új ajtóst urrantunk a házba, és valami újat találtunk ki dolog. De a fogadtatás az ennek a megfelelően mondjuk milyen volt eddig? Így érdekes, amit mondasz, mert volt a tavalyi év végén, tehát így az őszi fél évben tulajdonképpen volt egy vetélkedőnk, ami szintén ugye iskolásokat célzott, és ez az egész húsmentesség, meg miért fontos, mi a baj az iparszerű mezőgazdasággal, állattartással, tehát megpróbáltuk így hónapokon keresztül ezen az egész témakörön így átvezetni a csapatokat, és ennek kapcsán készítettünk egy felmérést is, vagy kértük tulajdonképpen a résztvevő csapatokat, ami nem is kevés volt, mert 290 csapat vett részt így ezen a vetélkedőn. Nagyon lelkesek voltak, kitartottak itt az ilyen karanténokon keresztül, meg mindenféle ilyen nehéz helyzeteken. És mondjuk amit kaptunk, nagyjából 200 választ kaptunk így az adott iskolák menzáját illetően, és így azt láttuk, hogy körülbelül felében van, hogy vagy választani lehet, vagy úgy, hogy van húsmentes nap, vagy úgy, hogy van A és B menü, és ugye az egyik menü akkor sok esetben húsmentes, viszont mondjuk az intézmények 38%-ában nincsen ilyen. Tehát ott az van, hogyha valaki nem szeretne húst tenni, akkor kipiszkálja a főzelékből így a fasírtot, vagy mondjuk szól a konyhás néninek, hogy ugyan már ne tegye bele neki. Tehát, hogy nincs erre lehetőség. Tehát, hogyha én, mint szülő megrendelem az ebédet a gyerekemnek, akkor nincs olyan lehetőség, hanem vagy kérek, vagy nem, de olyat, hogy mondjuk húsmenteset kérnék, olyan nincsen.
Ez érdekes. De egyébként még a fogadtatással kapcsolatban így az is érdekes volt, hogy ugye kértük a gyerekeket, akik részt vettek a vetélkedőben, arra, hogy próbálják ki maguk is a húsmentes napot, akkor is, hogyha van az iskolában erre lehetőség, vagy hogyha ha nincs, akkor is mindenképp így érdemes kipróbálni, és abszolút ilyen pozitív visszajelzések jöttek, hogy hát, hogy tényleg, nem is gondoltuk volna, és hogy így ettől még nem éheztünk, hogy nem volt hús a tányéron, tehát szerintem abszolút nyitottak lennének rá a gyerekek, csak egyrészt így meg is kell mutatni nekik, hogy miért lenne ez fontos, és hogy attól, hogy nem eszik valaki húst, akkor ugyanúgy, tehát tényleg nem fog éhen halni. És volt egyébként olyan feladat is, hogy húsmentes recepteket kellett gyűjteniük, és utána nem csak összegyűjteni, hanem meg is kellett főzniük, és marhára élvezték. Tehát így annyira jó visszajelzéseket kaptunk így a vetélkedő után, hogy nagyon élvezték a gyerekek, és azt gondolom, hogy így mondjuk legalábbis azokban az intézményekben mindenképpen indult valami így a húsmentesség irányába. Ez nagyon jó. Egy most eszembe jutott, hogy mondtad ezt a fogadtatásról, hogy több mint 25 évvel ezelőtt volt, amikor Veszprém megyében, egy faluban kezdtem a pályámat, és akkor ott tartottunk egy nyári tábort, ilyen egész egyház megyei gyerekcsoportnak, és olyan 10 és 15 év közötti korosztály volt jelen. És ott a TS gépállomásán volt egy konyha, és ott volt egy ilyen étkezde is, és ott kértünk ebédet, és oda mentünk minden délben a gyerekekkel, és a szakásnének hát elég rugalmasak, meg aranyosak voltak, és az utolsó előtti nap mondták a gyerekeknek, hogy az utolsó napra ők kérhetnek ebédet, hogy mit szeretnének, mit főzenek nekik. És ilyen közfelkiáltással az volt, hogy gyümölcsleves és palacsinta. Szóval így ebben vita nem volt, meg senki nem mondott más. Gyümölcsleves palacsinta, és meg is csináltak, nagyon-nagyon sok voltak. A kérdésem még az, hogy a konyhák egyébként erre vannak készülve, vagy volt valami tanácstalanság, vagy kértek tanácsot, hogy most akkor mégis mit főzzenek azon a napon, amikor nincs hús? Igazából szerintem így ez nagyon sok szereplős történet olyan szempontból, hogy az intézményvezető, vagy akár mondjuk a szülők, általában ők fizetik az étkezést, vagy hát így és elvileg ebből azt következik, hogy megválaszthatják, hogy fontos lenne, hogy meg tudják választani, hogy mondjuk akkor a pénzért ugye mit szolgáltat nekik az iskola, és nagyon változó, mert ugye itt az egész történetben az élelmezés vezető egy ilyen kulcs szereplő, őt kell meggyőzni arról, hogy érdemes kipróbálni, így elindulni így a húsmentes nap irányába, de ugye sok helyen, mondjuk egy nagyobb településen például az összes intézményben közbeszerzés által van kiválasztva egy szolgáltató, és akkor ott kell megtalálni azt, hogy ki az, akivel érdemes erről beszélni, és meg lehet győzni így arról, hogy érdemes húsmentes napot tartani, és egyébként így jogszabályilag van rá lehetőség, mégpedig azt hiszem úgy fogalmaz így a vonatkozó jogszabály, hogy 10 étkezési napot figyelembe véve, ami ugye, hogyha iskolát nézünk, akkor az 2 hetet jelent, akkor akár 4 nap is lehet húsmentes, viszont a törvény azt írja elő, hogy fontos, hogy ilyenkor is legyen teljes értékű fehérje bevitel, ami a valamilyen tejterméket jelenti, illetve tojás, például az, ami nem hús, de teljes értékű fehérjét tartalmaz. És vannak egyébként nagyon jó példák is, mi is együtt dolgozunk az AKG-nak az iskolai menzájával, vagy meznának hívják egyébként őket, tehát ők egy nagyon-nagyon jó példa arra, hogy náluk is van hetente húsmentes nap, és ők abszolút egy ilyen
tulajdonképpen egy programot vagy egy kampányt építettek fel arra, hogy az étkezés az ne csak így a kalória bevitel legyen, hanem picit igyekeznek bevonni jobban a gyerekeket abba, hogy mondjuk miért fontos ugyanígy, tehát miért fontos a húsmentesség, vagy heti egy húsmentes napot tartani, de például arra is figyelnek, hogy csökkentsék a hulladékot, tehát az élelmiszerpazarlást, szezonális élelmiszert próbálnak, vagy hát abból igyekeznek felkínálni, vagy azt próbálják így a menüben szerepeltetni. Tehát szerintem vannak erre jó példák, és lehet is, és érdemes is tanulni tőlük. Ez nagyon jó. És most én azt vettem észre még, hogy a Koltai Zsuzsival beszélgettem először, ti személyesen is ismeritek. Igen, igen. Hát tulajdonképpen nekik köszönhetem azt, hogy téged megkereshettelek, és most beszélgethetünk. És ugye vele került először szóba ez az egész környezettudatosság, meg teremtésvédelem, és az a téma, és ez nagyon szerteágazó, nagyon sok mindent érint. És ugye a Zsuzsival beszélgettünk itt ugye a óceánról, műanyagokról, egyebekről, és akkor őt kértem arra, hogy ez jó lenne külön még az állatokról, és akkor hát így ő került a képbe a MTVS, ugye így. Uh-huh. És azt látom, hogy szintén ilyen hálózatosan találkozom egyre több helyen különböző olyan emberekkel, akiket már láttam valahol. Például most Gyula Iván az egyik olyan, aki... Az alapítónk. Ő az alapító. Tehát, hogy őt mondjuk így a kertészkedés vonalán kerestem, illetve hát nézegettem a videóit, meg voltam egy előadásán is, most éppen Zoomon, nagyon sokan voltunk ott, és a gyümölcs termesztésről. Igen, az ami mi szerveztük, igen, egy pár hete. Tehát egyre több helyen találkozom így, tehát hogy nagyon-nagyon sok terület, tehát most itt van ez a húsmentesség, akkor ott van a kertészkedés, akkor általában véve a természetvédelem és a környezettudatosság. Szóval ez egy nagyon jó, hogy így egyre több téma kapcsán találkozhat az ember ezzel a dologgal, és akkor így ha mondjuk valakinek az első ilyen élménye lett talán az, hogy most a menzán egyik nap nincsen hús, és lehet, hogy föl se tűnne amúgy, de máskor is előfordulhat, de most mondjuk ennek van egy ilyen testtartalma, vagy... Igen, és akkor utána még esetleg erről van valamiféle tájékoztatás, vagy kvázi most így menne az érzékenyítés, vagy akár vetélkedő, ahogyan említetted, akkor valószínűleg a többi területtel is egyre hamarabb fog találkozni, és akkor így kicsit úgy tűnik, mintha az ökoszisztéma kezdené bevonni az embert újra, nem, hogy egy picit az egész történetbe, mert eddig valahogy mi még abban szocializálódtunk, hogy az ember így tényleg ennek a világnak az istene, hogy hát mi vagyunk azok, akik azt csinálva akarunk, akarjuk, elhordunk egy fél hegyet, akarunk, feltöltünk egy tavat, elterülünk egy folyót, meg mit tudom én, ami az éppen kedvünk van, vagy ami a pillanatnyi érdekünk, vagy elgondolásunk, és most valahogy az ember szembe találkozott azzal, hogy hoppá, következménye van annak, amit csinál, és most úgy egyszer csak úgy a pillanatnyi csöndben, mint hogyha meghallanánk azt, hogy van itt még valaki rajtunk kívül. Az, hogy sok valaki nyúl, most gondolok a teremtménytársainkra, állatokra, növényekre, mindenki, szóval az egész ökoszisztémára, de hogy ennek, mint hogyha lenne valamiféle ilyen, nem tudom, tényleg valamiféle személyisége, vagy valami, amiben egyszer csak úgy, mi egy darabig kivonhattuk magunkat, azt hihettük, hogy kivonjuk magunkat, de egyszer csak úgy, hoppá, kiderül, hogy milyennek nagyon is a része vagyunk, és hogyha jót akarunk magunknak, akkor nagyon vicces, mert pont most vasárnap erről prédikáltam, hogy az ember úgy viselkedik mondjuk a természetben, amikor valaki fölteszi a lábát az asztalra, és hát terpeszkedik a fotelban, és potyogtatja a morzsát, meg rágyújt oda ment, és ugyanakkor meg mondjuk van egy másik attitűd, amikor meg úgy érzem, mint a vendégségben lennék, és rögtön leveszem a cipőmet az előszobában, és körülnézek, hogy mik a szokások, és nem kezdek el rögtön tévét kapcsolgatni, meg hangosan beszélni, hanem először megnézem, hogy ki van még ott, és talán, hogy mihez vagy kihez illik alkalmazkodnom. És hogy talán az embernek most ezt a másik attitűdöt kellene picit erősíteni magában.
Én azt gondolom, hogy mindenképp mondjuk így a környezetvédők már régóta ezt mondják, hogy ugye nem azért van a világ, hogy így a mi játszóterünk legyen. És például az MTVS már nagyon régóta foglalkozik azzal, hogy így a dolgok össze vannak kapcsolódva, minden mindennel összefügg, és igazából már nagyon régóta most a társadalmunk is, vagy akár az oktatás nagyon, nagyon erősen úgy volt beállítva, hogy ilyen szektorokban, különböző ilyen dobozokban gondolkodunk, meg cselekszünk, próbálunk mondjuk valamit X helyen változtatni, hogy ott az az adott terület mondjuk megjavuljon, vagy valami azt gondoljuk, hogy jó történjen, de ez nem lehet, hiszen minden mindennel összefügg, tehát hogyha így egy ilyen nagy rendszernek az elemei közül elkezdünk barkácsolni, akkor előbb-utóbb az az egész rendszerre hatással lesz, és igen, amit mondtál, ez a, hogy vendégek vagyunk a természetben, éppen most egy pár napja kértek tőlünk egy interjút azzal kapcsolatban, hogy mit javaslunk, mit lehet csinálni, vagy mit csináljon az ember a természetben, és pont én is ezt mondtam, hogy azt kell magunk elé tenni, hogy vendégek vagyunk, mondjuk, hogyha kimegyünk egy természetes élőhelyre, hogy nem azért van az az élőhely, hogy engem feltétlenül így, vagy tehát, hogy az én kényem, kedvem szerint szedjek ott valamit, vagy elhozzak, vagy beavatkozzak, hanem mondjuk azért az a jó, hogy fel tudok töltődni azzal, hogy ott vagyok, hogy van friss levegő, láthatom a fákat, csiripelnek a madarak. Tehát, hogy igen, ez nagyon fontos lenne, hogy mindenki így próbálja meg magát a természet részének tekinteni, és nem így a természet teljhatalmú urának, ami nagyon, nagyon hosszú ideig szerintem így történt, és most ugye egyre inkább kapunk olyan visszajelzéseket, vagy akár visszacsapásokat, hogy ez nem jó irány, tehát változtatnunk kell ezen a mentalitásunkon. Hú, hát nagyon köszönöm, most közben jutottak eszembe ilyen gondolatok, és ennek nagyon örülök, hogy a heti egy húsmentes napról tényleg úgy tűnik, hogy egy ilyen organikus egységben vagyunk, és így egyszer csak azt hiszem, hogy minden mindennel összefügg. És ha jó lenne, hogyha tényleg többen kapnánk észbe, és kezdenünk el keresni az igazi helyünket a világban, ahelyett a téves szerep helyett, amit magunkra úgy kiosztottunk. Mert ugyanakkor szóval ez egy gyönyörű rend, amit felfedezhetünk benne, és sokkal-sokkal nagyobb öröm abban a rendben bele illeszkedni, nem megalázkodás, hanem a helyünk megtalálása is sokkal több örömet tartogat, mint ami hát elég kétes öröm, amit mondjuk abból kovácsol magának az ember, amikor mondjuk visszaél a lehetőség, vagy a lehetőségeivel, vagy rosszul él vele, vagy kihasználja a többi teremtményt, vagy a környezetét. Kicsit olyan ez, mint hogy nem mindegy, hogy most mondjuk az ember rablással szerzi a vagyonát, vagy mondjuk tisztességes munkával. Tehát körülbelül valami ilyesmihez lehetne hasonlítani a különbséget. De, és hát én nagyon azt kívánom, hogy minél többen ezt tapasztalják, meg hogy ezen keresztül elkezdenek gondolkozni. És remélem, hogy akik most itt hallgattak bennünket, meg főleg téged, akik már mondjuk egyébként is ezen az úton járnak, ők egy megerősítést kapnak továbbra is, vagy aki esetleg most így gondolkozik ezen, hogy talán egy picit lehetne változtatni, és már a heti egy húsmentes nap is egy nagy lépés ahhoz képest, hogy mondjuk egyáltalán nem foglalkozunk ezzel a kérdéssel, de én például tanúskodhatom róla, hogy heti hét húsmentes nappal is nagyon boldog és egészséges életet lehet élni, és ezt egyre többen vannak, akik ezt teszik is. Úgyhogy én kívánom mindenkinek, hogy ilyen fajta örömöket tapasztaljon meg. És a ti munkátokhoz pedig nagyon sok sikert kívánok a továbbiakban, és Iván pedig üdvözlöm. Remélem egyszer vele is sikerül majd beszélgetni, mert tudom, hogy elég elfoglalt, nem tudtam még elérni, de remélem, hogy vele is sikerül majd.
Rendben. Köszönjük. És tényleg, hogyha valaki akár bármilyen ilyen környezetvédelmi kérdésben bizonytalan, vagy valamilyen téma mélyebben érdekli, akkor keressen meg bennünket, illetve hogyha húsmentes témakörben szívesen kezdene ő is az adott, tehát a saját iskolájában, vagy valamilyen hozzá közel álló intézményben szívesen kezdeményezni, akkor keressen meg engem, és akkor segítünk. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is. Nagyon szívesen, és akkor minden jót nektek is. Szia! Szia!